együtt vagy külön, kormányoldalon és az ellenzék térfelén is aktuális a kérdés, míg a Fidesz egyelőre nem döntött róla, hogy az Európai Néppárttól külön folytatja-e, addig az ellenzék már a 2022-es választásokkal foglalkozik. Gyurcsány Ferenc egy közös listát javasol, a Jobbik frissen megválasztott elnöke szerint azonban két külön lista kellene. A stúdióban Miketz Dániel és Závetz Tibor. Miketz Dániel, a Republikon Intézet munkatársa, és Závetz Tibor, a Závetz Research vezetője. Kezdjük a végén. Hídvégi Balást szerintem hallottátok, és én azt kérdeztem tőle, és tulajdonképpen ő ezt megerősítette, hogy minthogyha a Fideszben most inkább a mérsékelt hangok kerültek volna többségbe, a menni vagy maradni, kilépni a néppárból, vagy tovább folytatni a néppár belső reformját. Hogy látjátok? Hát abban lehet, hogy a mérsékelt hang, ugye egyébként a néhány reakciót tekintve a nemzeti alaptantervtől kezdve a miniszterelnök sajtótájékoztatáig zárólag azért inkább markáns és radikális hangok is elhangzottak. Ezt én úgy látom, ezt a Európai Néppárt Fidesz ügyet, hogy nem tudnak egymással mit kezdeni, szokták úgy fogalmazni talán, hogy se kiköpni, se lenyelni, nem tudják egymást, vagy fogjai egymásnak, én inkább ezt használnám. Mindent én valahogy az ország szemszögéből próbálom megközelíteni, mert egy pártcsalád belső ügye a sokaknak Magyarországon szerintem nem különösebben érdekes, hiszen az egy pártügy. Az ország szempontjából szerintem az, hogy nincs helyzetben a Fidesz, tehát nincs ott a döntési folyamatoknak a gócpontjában, az probléma. Én ezt látom, hogy ez a függőségi, ez az állapot, amiben most van, tehát, hogy nem dőlt el, ez egy ilyen ex-lex állapot, valahogy nem tudnak befolyásolni európai döntéseket, és az országnak akár káros is lehet. Azért is alakulhatott ki most ez a klíma, hogy azért inkább a bennmaradók, vagy azok a hangok erősödtek fel, mert azért az EPP, tehát a néppárt részéről is úgy tűnik, hogy azért nem lesz egy ilyen kizárás, tehát azért nem egy egyértelmű teljesen, és hogyha... Hányan borítékolták pedig már, hogy itt a dalnak persze, a vége. Persze, ezt a vörös vonalat, ezt már sokszor átlépték a vörös vonalat. Igen, és hogy ez tovább nem mehet ez így. De látható, persze azért Donald Tusk, aki a néppártnak az elnöke, azt mondta, hogy amíg ő elnök marad, addig teljes jogú tag nem lesz a Fidesz, de hát az is látszik, hogy azért olyan fajsúlyos szereplők a néppártban, mint a olasz, spanyol vagy a német konzervatívoknak egy része is, azért nem akarja így kizárni a Fidesz, és egy ilyen szituációban pedig valószínűleg nem lenne érdemes még a fideszes holdudvartól sem valahogy erősíteni azokat a hangokat, amelyek még azt mondják, hogy már pedig mi ki akarunk lépni. Még arra gondoltam, hogy lehet, hogy talán ez az állapot a Fidesznek jobb, mint hogy egy olyan szövetséget keressen, amely azért soha nem tud Európában többség lenni, amelynek a megítélése azért legalábbis kétséges. Itt arra gondolok, hogy az európai konzervatívok és reformek talán így hívják Salviniéket. Tehát egy velük való... Egyszerűbben szélső jobbnak szokták. Igen, hogy egy ilyen együttműködés szerintem inkább kiviszi a Fideszt az európai fősodorból. Ez a mostani helyzet, ha úgy tetszik, valamilyen mértékben bentartja, de még egyszer mondom, én azt látom, hogy ez nem jó az ország szempontjából sem. Igen, de közben a miniszterelnök egyrészt ugye téma volt az előző beszélgetésben is, Berlusconit fontosnak tartja felkeresni, Forza Italia, másrészt azt mondja a Brexit kapcsán, hogy lám-lám, az unión kívül is van élet. Tehát közben, mintha elengedte volna ezt a történetet. A mi nevünkben is teszem hozzá. Ez egy ilyen kettős beszéd, de hát azért a Fidesz szempontjából, nem csak az ország, egyébként a Fidesz és Orbán Viktor szempontjából sokkal jobb bemaradni, nem csak az Unióban, de az Európai Néppártban is. Egyébként az, hogyha az előző beszélgetésben megfigyeltük, és ez már máshol is elhangzott, hogy valahogy meg kell változtatni a néppártot, hogy a Fidesz, ugye Orbán Viktor arról beszélt, hogy egy ellenforradalmat szeretne indítani. Aztán hétfőn talán kedden volt Rómában egy konferencián, ahol ezt hangzott el. Ugyanakkor azt is lehet tudni, a német lapok arról írtak, hogy készülne valamilyen kódex, ami a néppárton belül egy ilyen magatartási vagy értékkódex lenne az, ami egy ilyen vezérlő erre adna. Az, hogyha elkezdenek a tárgyalások arról, hogy mi legyen ebbe a kódexben, akkor mondhatja azt a Fidesz, hogy lám-lám, elkezdjük az ellenforradalmat, és ami ennek az eredménye lesz, azt tulajdonképpen ők is vállalhatják. Tehát ilyen szempontból jól járhat mind a néppárt, mind a Fidesz is, és akkor már nem probléma az, hogy se lenyelni, se kiköpni nem tudja a Fidesz a néppárt. Tehát tulajdonképpen akkor ennek a játéknak lehet egy arcvesztés nélküli visszavonulása vége, amiben az történik, hogy bennmaradtunk, de azért, mert a néppárt úgy változott meg, ahogy. Abszolút. Jó, azt láttuk, hogy arról beszéltünk, hogy a Fidesz néppárt viszonyában, mintha történt volna valamilyen kommunikációs elmozdulás. Láttok-e a Fidesznél kommunikációs elmozdulást? Arra gondolok, hogy
Habony Árpád visszatért a fedélzetre. És az utóbbi hetekben nagyon sok minden, ami történik, déli határkerítést körüli történetek, gyöngyöspatai romák, és így tovább, és így tovább, ezt az ő ötletének tartják. Mit gondoltok erről? Ugye utaltam erre a radikalizálódásra, és ezt régóta lehet látni azért a közvélemény kutatások alapján, nagyjából a magyar társadalmat mi is ismerjük. És itt az látható ezekben a lépésekben, hogy a többségi véleményekre próbál meg valahogy rá tenni politikát a Fidesz. Én csak azért tartom ezt veszélyesnek, nyilván valamilyen határon belül ez logikus és racionális cselekvés. Sok minden befolyásolta egy politikát, nyilván az értékek is, de az is, hogy a társadalommal való kommunikáció mire alapozódjon. Azért tartom veszélyesnek, mert itt most belépnek az előítéletek. Tehát azért itt volt egy pár év, talán 2015-től, amikor az előítéletek a menekültekkel kapcsolatban alakultak ki. Megvannak... Hát meg Sorossal, ügyellel, meg a civilekkel. Igen, csak az embercsoportra gondol... A hajléktalanokkal. Az már egy fontos... Nem lennék ennyire megengedő, Tibor. Nem, csak azt az embercsoportot akartam mondani, tehát olyan, ahol emberek sokaságát illetik, ugye... Természetesen egész egy folyamat is igaz, amit felsoroltál, csak hogy a menekültek az egy olyan, ugye láttuk azokat a plakátokat, ahol ők vonultak, és azért azok a történelmi emlékek, amiket sokan csak a történelmi könyvekben láttunk, azért azok csúnya időket idéznek vissza, hogy nagyon finom legyek, és most azt látom, hogy a tűzzel játszanak akkor, amikor látens előítéletekre alapoznak, ugye itt a romákkal szemben a magyar társadalom többségének van egy, azért fogalmazok látens előítéletnek, mert nagyon sokszor ez nem verbalizálódik, bár vannak olyan közegek, ahol igen, és én nagyon veszélyesnek tartom, mert ha elindul ilyen hólabdaként, ilyen golyóként, akkor nem tudom, hogy mi tudja megállítani. Tehát azért az nagyon nehéz, ahhoz nagyon nagy politikusnak kell lenni, hogy valaki a teljes folyamatot lássa, minden lépés, és azt mondja, hogy idáig megyek, és most ne tovább, mert innentől kezdve lehetnek már olyan manifestumok, amik aztán esetleg ennek a csoportnak a nagyon súlyos problémákat okozhatnak. Pontosan, teljesen egyetértek azért ebbe a habonyi kommunikáció. Ugye van ez a 70-30, kb. Így lehet írni ezt a fajta stratégiát, hogy megnézem, hogy a társadalomnak mondjuk a 60-70%-a, egy biztos többség velem van egy ügyben, esetleg egy szimbolikus ügy. Az azt jelenti, hogy a 30-45 képviselő ellenzéki pártok majd akkor elkezdenek aktivizálódni, megfogalmazzák, hogy ez így nem szép, nem jó, és ezzel igazolom a 60-70%-nak, hogy nekem van igazom, és tessék, ezek az ellenzéki pártok tulajdonképpen a többség ellen vannak. Ez így szépen hangzik persze leírva a papíron, de amikor valóban olyan társadalmi konfliktusokat tud szülni egy-egy ilyen program, ami, és valóban teljesen egyetértek, hogy azért a bevándorlók, NGO-k, stb. Azok nem olyan látható és a mindennapjunkban ellenlévő társadalmi csoportok, leszámítva hajléktalanokat, mint a romák, és azért ne felejtsük, egy olyan országban élünk, ahol a 2000-es évek közepén ugye egy roma gyilkosság sorozat, egy terror cselekményt követtek el romák ellen. Ráadásul úgy, hogy nem volt egy ilyen felülről jövő igazolás ennek a tettnek, tehát ezért tartom én is ezt nagyon veszélyes. Hát hozzáteszem, hogy azért mégis a hajléktalanokat is akár ide sorolhatjuk, mert az emberek 60-70%-a legalább nem szívesen megy át egy olyan aluljáron, ahol pisiszagú emberek fekszenek, és jobb félrenézni, vagy becsukni a szemünket. Szeretnék még veletek beszélgetni Jakab Péter ötletéről. Ugye a Jobbik új elnöke, és azt mondta, hogy közös egyéni jelöltek, de két ellenzéki lista kell. Ugye azt pontosan lehet tudni, hogy a Fidesz-KDNP hogy fog nekifutni 2022-nek. Nem ez kéne meghatározza az ellenzéki stratégiát? Tudjuk, hogy az ellenfél hogy fog játszani. Akkor nyilvánvaló, hogy abban szerintem már minden ellenzéki erő egyetért, hogy közös egyéni jelöltek kellnek, tehát 106 egyéni jelölt. De vegyük azt az állapotot, hogy én most nem teszem le a voksomat, bár van erős véleményem azért erről, lehet, hogy most ki is derül belőle, hogy hány lista legyen, amit mondok. De ha nem, majd rákérdezek. Igen, de most én azt látom, hogy abban az esetben, ha két lista van, és szokták ezt úgy mondani, hogy a 21. századi pártok, meg talán a 20. századi pártok, a régebbi pártok külön-külön listákon indulnának. Ugye a DK, az MSZP, és a Párbeszéd lenne az egyiken, és akkor mindenki más. Ebben az esetben viszont az van, hogy ugye, ha közös jelölteket kell állítani, akkor mégis valamilyen szempontból koordinálni kell ennek a két csoportnak. Tehát, mert hogy abban egyetértenek, hogy egy jelölt legyen, tehát meg kell osztani ennek a két csoportnak az erőforrásait, meg el kell dönteni azt, hogy akkor az egyes választókedő, hogy melyiknek a jelöltjei indulnak. Én azt láttam most az önkormányzati választáson, hogy alapvetően, mintha az a modell működött volna,
és ez szintiszta matematikaként adódott, hogy azok a pártok Budapesten és a nagyvárosokban tökéletesen működött, hogy azok a pártok, amelyek beálltak mindahányan egy jelölt mögé, ott a szavazók ezt tudomásul vették, és világos és egyszerű képlet alakult ki számukra, tehát egy jelölt volt, és egy erőként voltak szembe a Fidesszel. Én ezt a modellt mostani tudásom szerint jobbnak és hasznosabbnak látom, mintha a szavazókat nem zavarnák. Szokták mondani, hogy Gyurcsány Ferenccel van a probléma, a Jobbikkal van a probléma. Szerintem... Gyurcsányt neveztem Mazsolának. Igen. Olyan szempontból, hogy a Mazsola megosztó étel, van, aki szereti, van, aki nagyon. A politikusoknak valószínűleg több problémájuk van egymással, mint a választóknak, akár ezekkel a személyekkel, akár egymás pártjaival. Igen, ezt én is így látom, azért itt ugye nem csak a választásról van szó, hogyha több lista vagy egy lista, mert hogyha ugye lesz akkor közös miniszterelnök jelölt, azért ez egy nagyon fontos kérdés. Csak az egyik listán ott van, hogyha van egy másik lista, akkor az kivezeti, akkor az egy kvázi egy másik miniszterelnök jelölt, vagy miniszterelnök jelölt helyettes, vagy hogyan dől ez el? És aztán meg ott van az a kérdés, hogy hogyan alakulnak ki a frakciók. Mert ugye az új szabályozás szerint azért, hogyha valaki indul egy listán, akkor nem csak lehet, hogy szabadon, akkor majd később alakítani valami frakciót, tehát akkor lesz egy 21. századi, meg egy 20. századi frakció. Tehát ezek olyan kérdések, amelyek azért a választáson túlmutatva, attól függetlenül, hogy sikerül esetleg leváltaniuk a kormányt vagy sem, meghatározza, hogy hogyan nézzen ki az ellenzék. Persze Jakab Péter szempontjából az érthető, hogy szeretne egy különbséget tenni, hiszen azért meg akarja őrizni az identitását a Jobbiknak. Záró kérdés, mert másodperceink vannak hátra, 2020 februárját írjuk. Szerintetek ezeket a meccseket meddig kell lefutni? Mennyi idő van még ezen matekolni, hogy hány lista legyen? Úgy visszagondolva arra, hogy volt, meg milyen sikertelen volt, amikor későn kezdődött, szerintem idén ennek véget kellene vetni. Hát az, hogy körülbelül milyen módszerrel találják meg a jelölteket, stb. Lesz előválasztás, nem lesz, ez valahogy idén ősszel el kéne dönteni. Akkor ebben nagy vita nincs, intenzív egy évünk lesz. Köszönöm szépen, hogy beszélgettetek velem. Rövid reklámszünet, és utána minden, amit a koronavírus elleni magyar hatósági felkészülésről tudni érdemes, jön majd a Népjóléti Bizottság elnöke. Néhány perc múlva.